Sziasztok! Folytassuk tehát a Half-Life 2 végigjátszását, ha már így leült az idő, és végre lehet újra videózni. Na, ha emlékeztek rá, ott hagytuk abba, hogy kaptunk egy fegyvert erre a kis járműveskénkre. Szóval, most akkor kihasználhatjuk ezt a dolgot, és végre gyilkolhatunk kedvünkre. Most már nem csak menekülnünk kell, hanem bizony megadhatjuk ennek a kis Helinek azt, ami jár. Ó, basszus, túlmelegettünk. De nem baj, menjünk tovább. Gyönyörű táj. Kis csatorna. Tehát milyen gyönyörű, úgy szeretnék ebben úszkálni. Mint minden normális ember. Remélem nem fogják lezárni. Ó, dehogy nem, hogy... hogy véletlenül se legyen olyan könnyű dolgunk. Na, de szerencsére úgy döntöttek, hogy inkább meghalnak, mint hogy harcoljanak velem. Szóval kellemetlen, de így jártak. Na! Haladjunk tovább, ott egy jármű szed minket. És addig nem fognak beengedni minket a titkos lázadó bázisra, amíg ki nem nyírjuk azt a helikoptert, ami üldöz minket. Ezt megmondták. Körülbelül. Lehet nem olyan egyszerű azokat a helikoptereket elintézni. Na végre tényleg nem egy oldalú a küzdelem, hanem megmutathatom, hogy én is tudok valamit. A lőszer ott töltődik jobb alsó sarokban, tehát folyamatosan vissza kell tölteni. Egy kis töltő képernyőt láthatunk. És nem tudom, hallottatok-e róla, de nagyon úgy néz ki, hogy vagyis hát pletykálják, hogy készülhet a Left 4 Dead 3, ami bizonyítaná, hogy tud a Valve is 3-ig számolni. Viszont elég érdekes is lenne, mert megint egy olyan rész jönne a Valve-tól, amit igazából senki nem vár, úgy őszintén. Hoppá, beakadtam. Ajaj, ez szívás. El is fogyott az ammóm. Rossz az egészségi állapotom. Na jó, azért lehet rosszabb is. És az már lehet, hogy Source 2 engine-re készülne. Mi érdekes lenne, én is tényleg kíváncsi lennék rá, hogy a Source 2 engine az mennyire lesz majd támogatott a vodoknál, meg például a Source Filmmakernek lenne Source 2-es engine-es verziója. Lehet ez a jövő zenéje. Az biztos, hogy a Valve nagyon sok mindent megtett, hogy ezt a Source Engine-t a lehető legjobban megcsinálja. Gyanítom, hogy erre kell menni, de szerintem itt találunk olyan dolgokat, ami miatt esetleg megérheti bejönni. De lehet, hogy csapda. Mindjárt kiderül. Ott van egy doboz. Egy zombink is volt. Na hát és akkor... Ó! Ezt inkább nevezném csapdának, mint sem valódi, hát jótékonysági rendezvénynek. Szóval haladjunk inkább innen el, innen errefele. Jaj, de menőn kellett kanyarodni, ami nekem nem jött össze. És mert itt zombik vannak, és hála az égnek elkapott egy ilyen szutyok is. Nem félünk a zombiktól, nem esz meg, csak megkóstol. Nem lesz egy hosszú bemutató, vagy bemutató végigjátszás. Ajajajaj. Ez szívás lett. Passzus! Én itt meg fogok murdálni. Ez itt nem jött ki jól. Irányíthatatlan volt minden. Szóval... Uff. Nem akarnak könnyen átengedni itt, mit kéne csinálni? Már pedig biztos, hogy erre kell menni. Na, csak elfogytak. Oh! A hordójuk viszont még nem. De most már nem eshet bajom. Azért futnak elém, hogy minél többet megölhessek, tehát így.
biztos, hogy azért csinálják, mert szeretnének meghalni. Más értelme nincs. Megy le a napocska is, ahogy látjátok, egyre narancsabb az idő. Azaz. Szeretném, ha rakétákkal lőnek. Ez olyan udvarias. Nem tudom. Na, oké. Békén hagyhatnátok már. Beakadtam? Na végre. Most ezekkel kell megküzdenem, vagy csak nem tudom merre kell menni. Lehet, hogy az utóbbi az. Felrobbanhatnám el. Na, végre ez meg volt. Egy. Maradt még egy. Aztán lesz időm kitalálni, hogy merre is kell menni. Ez igazságtalan, mert követnek ezek a rakéták. Ó, basszus. Na, jó van, ez legalább most már békén hagynak. Mint hogyha itt lenne valami. De nem tudom. Mindjárt teszek itt egy kört, és jobban átnézem a dolgokat. Fogalmam sincs már, merre kell menni, de... De mindjárt kiderítem. Nem tudok átmenni, de lehet, hogy arra kell bemennem. Valamik lepottyantak magam. Lehet, hogy tök egyértelmű, merre kell menni, de... Ah! Oké, az már egyértelmű, hogy merre kell jönni. Szóval, hogy kell ide majd bejönni? Még egyelőre nem tudom. Lehet, hogy szét lehet lőni a kis hajónkkal, és lehet, hogy azért van ott az a lyuk. Ez mindjárt kiderül. Gyanúsabb. Nem így kell. Hol a teásütibe kell oda jutni? Mit nem veszek észre? Mit nem veszek észre? Hoppá. Még frontálisan se sikerült neki mennem. Ez nem fog szétesni. Marha jó. Valamit le kéne döntenem. Visszább kéne mennem és arra keresni valamit. Hopp! Nem. Egyértelmű, hogy ennyire vissza nem kell jönni. Jaj, mit kell csinálni? Valahogy meg kéne dönteni ezt a hajót.
Nem látok semmit sem, ami leeshetne, ami ledőlhetne. Ennek kéne kinyílnia, de... Az már úgy jobb. Na, jó lesz a granát. Ott volt egy csomó robbanós hordó, nehogy már. És egyik se robbant föl. Na jó. Ez nem az én hibám volt. Komolyan bedobtam egy gránátot. Ott robbant a hordók mellett. És még csak közelébe se voltak annak, hogy... felrobbanjanak, de legalább megvan az út. Legalább ennyi előnye volt az egésznek. Na, végre. Túlmegyek ezen a csatornás részen, aztán be is fejezem. Mára, mert nem akarok ma sokat ebben összeszólni. Cserébe majd valamelyik nap még lesz vidi. Viszonylag hamar. Na itt, ha mintha lenne egy nagy csata majd a helikopterrel. Egyik helikopterrel, mindjárt kiderül. És mint hogyha valahol itt meg lehetne aha, jól emlékeztem. Inkább töltődjön újra, mintha valahol itt lenne egy gémem, itt is. De már múltkor felhívták a figyelmet, hogy a videóban már benne volt, igaz, csak egy fél pillanatra. Hoppá. Ajaj, ez kellemetlen. Nagyon kellemetlen. Á! 9 az egészségem, 9 az egészségem. Ennek a szutyoknak még erősítése is érkezik nekem annyi. Valahogy nincsen. Ott egy doboz, ott egy doboz. Azaz. 15 energiám van. Pont elég volt pár másodpercre. Amit a beragadásom miatt el is vesztettem életet. Még egy dobozka jól jönne. Ott lesz egy. Muszáj vagyok most ezeket kutatni. Az előbbi robbanás az nagyon kellemetlenül ért. Plusz az akna is. Nagyon epic battle, de nyertem! Uhú, uhú! Yeah! Yeah! Cserébe felhúzhatják nekem mondjuk azt a felvonót. Mondjuk azt. Ez egy cukifalad dolog lesz. Mindjárt besötétedik. Na. Direkt úgy van megcsinálni, hogy ilyen lassan menjen le ez az izé, hogy a helikopterre... Basszus! Direkt úgy akartam lemászni! Áh, mindegy. Remélem oda nem kell felvenni. De hogy nem. Aj. Két élet, 12 HP. Igazából, ha egy rosszul tüsszentek, bele fogok halni. Aj, basszus! Ne dobd el azt az izét! Na jó, ide nem szórakozhatok, alig van életem.
be akarsz keríteni, basszor. Innen szállt fel a heli. Na jó, egy F5-öt nyomok, hogy F6 a mentés. F6 a mentés. Az jó, ott látok egy töltőt. Az az. Jaj, végre. Jaj, de jól esik végre. Hát nem mit kell csinálni. Amit csinálni kell. Nem át kell mennünk oda. Aha, a másik kaput kell kinyitni. Ja, értem. Nem mondod, hogy itt is fel lehetett volna jönni. Vagy nem? Ki kell akasztani. Aha. Menő. Ott is egy doboz, de most már nem kell. Ez a sziréna sose hangzik jól. Tudja, hogy a visszaúton lesznek egy páran. Na, még azt hittem ezekre a madárkákra, hogy ellensége. Hopp, nem erre. Remélem, most már át tudok menni ott. Az azért igazán roppant kellemes érzés lenne. Na, hol parkoltam? Csip-csip. Azaz, 7 élet már is elment. Azért mentek. Fő a biztonság. Na, persze, hogy nekem megyek az egyetlen bójának. Na, nézzük! Aha, aha, pályatervezés forever! Az igen! Na most kérdés, átjutottam vagy nem? Nem. Pedig én szerintem eléggé jól mentem rá. Na mindegy, akkor megpróbáljuk újra. Nincs a járművünkben nitro. Ez mi a fene? Mi az? Miért nem tudok átugratni? Na végre! Elég egy szemből mentem rá, addig most meg direkt így oldalazva. Aztán így jutok át. Ez érdekes volt. Viszont elvileg már bejutok majd a nagy bázisra. A Black Mesa-hoz. Na de, ezt egy hosszabb töltés előzi meg, úgy tűnik. És hogyha eljutok Black Mesa-hoz, akkor annyi. Én le is zárom a vidit. Black Mesa kelet. Na, és akkor majd innen folytatom. Mondtam, hogy ez rövid lesz, de... De mondtam. Majd... Nem kell a kövi részre ennyit várni. És az ellenségnek nem tűnik fel, hogy merre vannak ezek a lambda jelek. Aj, marha jó. Akadtam egy dobozba. Na, és ennyi volt, ide érkeztem. Ezt most itt el is mentem, és majd innen folytatom. Remélem, hogy senkit nem fogok megváratkoztatni, hogy jaj, vajon mi fog most történni. De most egyelőre az fog történni, hogy kilépek. Köszi a figyelmet, pápá!